Az egyik legnagyobb hazai bank szakértői a főváros közel 200 területét hasonlították össze, aszerint, hogy mennyi zöld felülettel rendelkezik az adott városrész, milyen a közbiztonság, illetve hogy mennyire van ellátva a családok számára fontos intézményekkel, például óvodákkal, iskolákkal, játszóterekkel, vagy éppen orvosi rendelőkkel. Ezek a mutatók határozzák meg ugyanis, hogy egy-egy környék mennyire családbarát. Az intézményi háttér a belbudai részeken és a lakótelepeken erős, és a pesti belvárosi részeken, a sűrűbben lakott, nagyobb lakóközösségekre felkészült területeken. A zöldövezeti mutatók, a környezetmutatók a ritkábban lakott, zöldebb meg általában a külsőbb területeken, ahol a kettő szerencsésen ötvöződik, az sokszor a 12. vagy 11. kerület, vagy a 2. vagy a 31. részei. Az egyes kerületrészeket tekintve egyébként a Schwab-hegy áll a lista első helyén, vagyis ez a leginkább családbarát környék. Ezt követi a Széchenyi-hegy, majd Örmező. Néhány hete jelent meg a hír, hogy hamarosan több ponton is módosulhat a KRESZ. Akkor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára is megerősítette, hogy a jelenlegi 1975 óta hatályos szabályozás átdolgozására készülnek, amire részben a megnövekedett forgalom, részben pedig az új technikai eszközök megjelenése miatt van szükség. A kerékpáros klub szerint is módosítani kell a KRESZ-t. Magyarország ugyanis az elmúlt években biciklis nagyhatalommá vált, a szabályozás pedig nem követte a folyamatokat. Több közlekedési szakember is azt javasolja, hogy az autóvezetőkhöz hasonlóan a kerékpárosok számára is tegyék kötelezővé a KRESZ vizsgát. Egy motoros vizsgázik, egy autós vizsgázik, egy teherautó sofőr, buszsofőr vizsgázik, sőt minden kategóriaváltásnál vizsgázik, majd ezt követően egy 12 éves gyerek kerékpározik a főútvonalon, minden nulla KRESZ tudással. A kerékpárosunknak a véleménye erről az, hogy nagyon fontos, hogy legyen mindenkinek KRESZ vizsgája, és mi pont ebben a KRESZ változtatással kapcsolatos javaslatban, meg egyébként nagyon sok helyen el szoktuk mondani, már az oktatásba bevezetnénk, hogy 12 éves korig mindenki tegyen le valamilyen vizsgát ebből. Azt egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy az új KRESZ mikorra készül el. Az augusztus 20-ai ünnepség szombaton délelőtt 8 óra 30 perckor Magyarország lobogójának felvonásával, illetve a Kossuth Lajos téri tisztavatással veszi kezdetét. Délelőtt 10 órától idén is megnyitja kapuit a látogatók előtt az Országház, ahol az érdeklődők megtekinthetik a Szent Koronát, illetve a kupolatermet. A Clark Ádám téren családi programok és koncertek várják az érdeklődőket. A Szent István szobornál a hagyományokhoz híven megáldják az ünnepi kenyeret. A programsorozatot az esti tűzijáték zárja, amely idén 21 000 látványeffektet tartalmaz. A Magyar Ízek utcájában bárki megkóstolhatja az ország tortáját, az Őrség zöld aranyát, amelyet Szó Gellért mester cukrász készített el. Magyarország cukormentes tortája idén Pektó Zsolt Áfonya hercegnő nevű édessége lett. Minden eddiginél nagyobb figyelmet fordítanak az eseményen résztvevők biztonságára, mondta Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Augusztus 20-a a mi ünnepünk, a legjelentősebb magyar állami ünnep, talán a legnagyobb tömegeket vonzó és a legnépszerűbb nemzeti ünnepünk is. Így a legfontosabb mindannyiunk számára a programokon résztvevők biztonsága. Az operatív törzs fél óránként ülésezik majd a nemzeti ünnepen. Ha rendkívüli esemény történik, akkor azonnal módosítanak a programon.